Hetedik. A szíriai sai táncosnő. Tarzan első kiküldetése nem ígérkezett valami nagyon fontosnak vagy érdekesnek. Egy szpáhi hadnagyról volt szó, akit a kormány alapos okok miatt azzal gyanúsított, hogy összeköttetései vannak egy európai nagyhatalommal. Gernó is hadnagy volt az, akit nemrég osztottak be a vezérkarhoz és fontos értesülések birtokába jutott. Egy párizsi nő, féltékenységi rohamában, csak amúgy futólag odavetett valami célzást, és ez okozta, hogy a gyanú a hadnagyra terelődött. Márpedig a vezérkarok nagyon féltékenyen őrzik a titkaikat és a hazaárulás olyan főben nyáró dolog, hogy ilyenkor még egy odavetett célzást sem szabad elmellőzni. Így történt, hogy Tarzan Algériába került, amerikai vadász és utazó szerepében, Gernó is hadnagy szorgos megfigyelése végett. Örült, hogy viszont láthatja szeretett Afrikáját, de ez az északi rész annyira elütött az ő ős vadonától, hogy akár csak Párizsban lehetett volna, annyira nem érezte a hazatérés megindultságát. Oránban egy napot töltött, s az arab negyed szűk sikátorain át ballagva élvezte a különös látványt. Másnap már Sidi Bel Abbesben találta magát, ahol mind a polgári, mind a katonai hatóságoknál bemutatta ajánló leveleit, amelyek persze küldetésének igazi jelentőségére nézve semmiféle felvilágosítást nem adtak. Tudott annyit angolul, hogy arabok és franciák között amerikainak szerepelhessen, és csak ennyi kellett. Ha angolokkal találkozott, franciául beszélt, hogy el ne árulja magát, de alkalmilag beszélt angolul olyan idegenekkel is, akik értették ezt a nyelvet, de azért nem vehették észre kiejtésének és hangsúlyozásának tökéletlenségeit. Sok francia tisztel ismerkedett meg itt, és hamarosan kedvencük lett. Találkozott Gernó is Valis, aki hallgatag, gyomorbajos, 40 év körüli ember volt és nemigen érintkezett társaival. Egy egész hónapon keresztül semmi különös sem történt. Gernó isnak láthatólag nem voltak látogatói és, ha néha bejött a városba, nem érintkezett semmiféle olyan emberrel, akire a legélénkebb fantázia is ráfoghatta volna, hogy valami idegen hatalom titkos ügynöke. Tarzan már kezdte remélni, hogy tévedésen alapult a gyanú, amikor Gernó isté hirtelen Busa aldába rendelték, a kis Szahara távoli részébe. Egy régebben ott állomásozó századot kellett felváltani, és erre a célra egy század szpáhit és három tisztet rendeltek ki. Tarzan szerencséjére, az egyik tiszt, Gerard kapitány, nagyon összebarátkozott vele, és így a majom ember megjegyzése, hogy nagy örömmel kísérni előtt Busa adába, hogy ott vadászgasson, nem okozott semmi feltűnést. Bóírban leszerelték a vonat különítményt, és az út hátrélevő részét lóháton tették meg, mi alatt Tarzan Szaúirában egy hátas lóra alkudozott, szemébe ötlött egy európai ruhába öltözött férfi, aki egy arab kávéház küszöbéről figyelte. Amint jobban oda nézett, a férfi egy kicsi, alacsony tetőzetű sárkunyhóba fordult be. Tarzan egyébként, azt a futó benyomást nem számítva, hogy a férfi arca, mintha régi ismerőse lenne, nem gondolt többé a dologra. A lovaglás Aumaléig meglehetősen fárasztó volt Tarzannak, mert lovaglási tapasztalatai egy párizsi lovaglótan folyamra szorítkoztak, s így mihelyt megérkeztek, hamarosan felkereste a Hotel Grossarg egyik szobájának nyugodalmát, mi alatt a tisztek és a legénység a katonai telepen elfoglalták kvártéjukat. Bár másnap reggel jó korán felkeltették Tarzant, a spáhi század már útban volt, mire reggeliét befejezte. Sietnie kellett, s evés közben futó pillantást vetett az ajtón át a söntés felé. Nagy csodálkozására Gernó isté látta meg ott, amint azzal az idegennel társalgott, aki az előző napon Bóirában tűnt fel neki a kávéházban. Nem tévedhetett, ugyanazt a különösen ismerős magatartást vette észre rajta, bár az idegen háttal állt feléje. Amint a szeme kettejükön nyugodott, Gernó is feltekintett, és meglátta Tarzan arcán a feszült figyelem kifejezését. Az idegen eközben suttogva beszélt, de a francia hirtelenül félbeszakította, mind a ketten elfordultak és eltávoztak Tarzan szeme elől.
Ez volt az első gyanús eset, melyet Tarzan Gernó is cselekedeteiben tapasztalt, mégis teljesen meg volt győződve, hogy a két ember csak azért távozott hirtelen, mert Gernó is rajta kapta Tarzant, hogy figyeli őket. Azon felül megmaradt benne az az állandó benyomás, hogy valahonnan ismeri az idegent. És ez megerősítette a majomemberben azt az ösztönt, hogy itt van végre valami megfigyelni valója. Egy perccel utóbb Tarzan belépett a söntésbe, de a két férfi akkor már nem volt ott, és nem látta őket az utcán sem. Bár, sokféle ürüggyel, különböző üzletekbe bekukkantott és csak azután indult el a lovasoszlop után, amely addig már jó darabbal előre haladt. Csak Szidiaissában érhette őket utol a délután folyamán, ahol a csapat egy órai pihenőt tartott. Gernó isre is rátalált, de az idegennek nyoma sem volt. Szidiaissában vasárnap volt, és a sivatagból érkező számtalan tevés karaván, az alkudozó arabok tömege a vásártéren Tarzanban oldhatatlan vágyat ébresztettek, hogy egy napig ott vesztegeljen. Szeretett volna közelebbről megismerkedni a sivatag fiaival. Így történt, hogy a spáhi század Tarzan nélkül menetelt tovább Busaada felé. Ő meg alkonyatig azzal töltötte idejét, hogy a vásártéren kószált egy Abdul nevű fiatal arab kíséretében, akit a fogadós ajánlott neki, mint megbízható szolgát és tolmácsot. Tarzan vásárolt is egy jóféle lovat, és beszédbe elegyedett azzal a méltóság teljes arabbal, aki a ló gazdája volt. Megtudta, hogy az Kadur Ben Saden, a messzi délen lakó gyelfa törzs sejtje. Tarzan új ismerősét Abdul által meghívta ebédre. Amint a három férfi átolongott az árusítók, tevék, lovak és szamárak tömegein, amelyek bábeli zűrzavarral töltötték be a vásárteret, Abdul megráncigált a Tarzan kabátja ujját. Nézzen csak hátra, uram, és hátra mutatott, egy ember alakra, aki abban a pillanatban tűnt el egy tevem mögött, mikor Tarzan megfordult. Egész délután követ bennünket. Én csak futólag láttam egy sötétkék, burnuszos arabot, fehér turbánban, válaszolt Tarzan, azt értetted? Igen, azt, gyanúsnak tartom, mert úgy látszik, idegen és nincs más dolga, mint hogy bennünket kövessen. Pedig az nem szokás a becsületes arabnak. Aztán meg arcának alsó részét egészen eltakarja és csak a szeme látszik. Gonosz ember lehet, mert különben volna magának való dolga, amely idejét elfoglalja. Rossz nyomon vagy, Abdul felelte Tarzan, itt senkinek se lehet ellenem panasza, először vagyok itt az országotokban és senki se ismer. Hamarosan rájön majd a tévedésére, és akkor abba hagyja a kémkedést. Ha csak nem rablás a szándéka, felelte Abdul. Akkor nincs más hátra, mint kivárni, amíg megpróbálkozik vele, nevetett Tarzan, s jót állok érte, hogy megkapja a jutalmát, tetézve, a hasába most, hogy készen állunk a támadásra. Ezzel aztán kiverte a fejéből az egész dolgot, bár rövid néhány óra múlva megint ráterelte valami a figyelmét. Kadur Ben Saden, miután jól megebédelt, búcsúzni készült a vendéglátójától. Méltóságosan biztosította Tarzant a barátságáról, és meghívta, látogassa meg vad hazájában, ahol a szarvas, a vaddisznó és az oroszlán még elég nagy számban van arra, hogy egy szenvedélyes vadásznak örömet elhessék bennük. Vendége távozása után megint a Szidiaissai utcában kóborolt Abdullal a majomember, s csak hamar vad hangok fülsiketítő lármája keltette föl a figyelmét, amely a számos arab kávéházak egyikéből hatolt ki egy nyitott ajtón. Már elütötte a nyolcat, amikor Tarzan belépett a kávéházba. Javában folyt a tánc, a terem tömve volt arabokkal, dohányoztak, sűrű, forró kávéjukat szürcsölgetve. Tarzan és Abdul a terem közepén találtak helyet, bár a csendet kedvelő majomember jobban szerette volna, ha a szoba végén húzódhatott volna meg, nem szerette a lármát, amelyet a zenészek arab dobjai meg sípjai produkáltak. Éppen egy nagyon csinos OLED-nél táncolt, s észrevéve Tarzan európai ruháját, bőkezű borravalót sejtett, és sejemkendőjét a válláról feléje hajította.
Csak ugyan 1 frankot kapott jutalmul. A leány helyét a dobogón csak hamar egy másik táncosnő foglalta el, és az éles szemű Abdul látta, hogy az előbbi táncosnő 2 arabbal beszélget a szoba túlsó végén, a belső udvarra vezető oldalajtó mellett. Arra vonult az a folyosó, amelyre a táncosnők szobái nyíltak. Eleinte nem figyelt a dologra, de a szeme szögletéből is észrevette, hogy az egyik férfi feléjük int, hogy a leány megfordul és lopva Tarzanra pillant. Az arabok aztán eltűntek az ajtón át, az udvar sötétjében. Mikor megint a lányon volt a sor, folyton Tarzan közelében forgolódott és a legédesebb mosolyát neki juttatta. A sivatag sötét szemű fiai nem egy bősz pillantást vetettek a magas termetű európaira, de azt bizony sem a mosoly, sem az indulatos pillantások nem izgatták. A lány újra rávetette kendőjét és újra 1 frankot kapott érte. Amint azt a homlokához emelte, szülőföldjének szokása szerint mélyen meghajolt Tarzan előtt és gyorsan néhány szót súgott a fülébe. Odakünk ketten lesnek, Monsieur mondotta tört franciasággal, bántani akarják. Előbb megígértem nekik, hogy feléjük csalogatom, de ön jó szívű volt hozzám, ezért nem teszem. Menjen el gyorsan, mielőtt még észreveszik, hogy rászedtem őket. Azt hiszem, nagyon gonosz emberek. Tarzan megköszönte a lánynak, megnyugtatta, hogy óvatos lesz, s az, miután befejezte a táncát, el is ment a kis ajtón át az udvarra. De Tarzan bizony nem hagyta el a kávéházat. 1/2 órán át semmi különös sem történt, de akkor hirtelen egy morcos képű arab lépett a kávéházba. Tarzan mellé állt és hangos szóval gyalázta. Tarzan nem értette a szavát, de Abdul felvilágosította. Ez a fickó össze akar tűzni önnel, mondotta. Nincs egyedül, ha cívódást támadna, majdnem valamennyi férfi ellenünk fordulna itt. Jobb lesz csendesen ellépni, uram. Kérdezd meg, mit akar, parancsolta Tarzan. Azt mondja, hogy ez a keresztény kutya megsértette az Oled Nailt, aki az övé. Veszekedni akar, uram. Mondd meg neki, hogy én senki Oled Nailját nem sértettem meg, hogy menjen ahová akar, és hagyjon engem békén. Én nem haragszom rá és neki se lehet semmi panasza ellenem. Azt mondja, felelte Abdul, miután átadta az üzenetet, hogy nem csak ön maga kutya, hanem még az anyja is kutya volt, a nagyanyja pedig hiéna, meg, hogy ön még hazudik is. A körüllévők figyelmét felkeltette a szóváltás. A felharsanó gúnyos kacagás, mely a gyalászkodásokat kísérte, világosan megmutatta, merre hajlik a hallgatóság rokon szemve. Tarzan ugyancsak nem szerette, ha kinevették, és bosszantották azok a kifejezések, amelyekkel őt az arab illette. De a haragnak semmi jelét sem adta, amint helyéről felkelt. Ajkán gyengéd mosoly jelent meg, de hirtelen, mint a villám, egy hatalmas ököl csapott le a fenyegetőző arab arcába, és ezt az öklöt a majomember félelmes izmai mozgatták. Abban a percben, mikor az arab elbukott, vagy 1/2 tucat vad sivatag lakó rontott a helyiségbe, akik nyilvánvalóan az utcán, a kávéház előtt lesték a végszót. Öljétek meg a hitetlent! Le a keresztény kutyával! Kiáltották és egyenesen Tarzannak tartottak. Egy sereg fiatal arab, a közönség köréből, talpra ugrott és csatlakozott a fegyvertelen fehér ember támadóinak tömegéhez. Tarzan és Abdul a helyiség végébe vonultak. A fiatal arab hű maradt Tarzanhoz, és kivont késsel küzdött mellette. A majomember hatalmas ütéseivel lesújtotta mindazokat, akik erős kezei közelébe kerültek, nyugodtan küzdött, ugyanazzal a félmosolyjal, amely az ajkán volt, amikor felkelt, hogy leüsse azt, aki őt gyalázta. Lehetetlennek látszott, hogy ő vagy Abdul élve menekedjenek a gonoszul villámló kardok és kések közül, de szerencséjükre éppen a támadók túlságosan nagy száma vált javukra. Mert olyan szorosan összezsúfolódott az üvöltő és szitkozódó tömeg, hogy fegyvereiket nem forgathatták eredményesen, és egyik arab sem merte pisztolyát használni, attól való féltében,
hogy valamelyik társát sebzi meg. Végre sikerült Tarzannak megragadni a legkitartóbb támadóinak egyikét, gyors csavarintással lefegyverezte a fickót, és maga elé tartotta pajzsul, mi alatt lassan hátrált, Abdullal együtt, a belső udvarra nyíló kis ajtó felé. A küszöbön megállott egy percre, és a kapálozó arabot feje fölé emelve, a közelebbre nyomulók arcába lódította, akár csak hajítógépről pattantotta volna el. Ezután pedig a félig sötét udvarra léptek. A megriadt OLED nailok az egyes szobákba vezető lépcsők felső fokán guggoltak, az egyedüli világosság pedig, mely az udvarba ömlött, a pislogó gyertyáktól eredt, melyeket a leányok saját ajtófélfájukhoz tapasztottak, hogy bájaik jobban érvényesüljenek azok előtt, akik esetleg egy sötét helyen áthaladnának. Alig léptek ki Tarzan és Abdullah teremből, már is egy revolverlövés dördült el közel a hátukhoz, az egyik fejjárat alól, és amint megfordultak, hogy szembeszálljanak az új ellenféllel, két beburkolt alak ugrott feléjük, pisztolyaikat elsütve. Tarzan nekirohant a két új támadónak. Az első egy másodperccel utóbb már fegyvertelenül, összezúzott kézcsuklóval, nyögve hevert az udvar letaposott során, Abdul kése pedig a másik testébe döfött, abban a percben, midőn az revolverét a hűséges arab fejének szegezte. A megvadult horda a kávéházból végre kitódulhatott zsákmánya üldözésére. Az egyik OLED-nél hangosan kiadott parancsára a leányok eloltották gyertyáikat, s így az egyedüli világosság, mely az udvarba hatolt, a nyitott, de félig eltorlaszolt kávéház ajtóból szivárgott. Tarzan, az Abdul késétől csak az imént elesett ember kezéből kiragadta a kardot és most már így várta a feléje zúduló rohamot. Egyszerre csak hátulról egy lágy kéz érintette a vállát és egy női hang suttogta. Gyorsan, monsieur, ezen az úton. Kövessen. Gyere, Abdul, mondta Tarzan halkan, akárhová megyünk, nem lehetünk már rosszabb helyzetben, mint itt. A nő megfordult, s felvezette őket egy keskeny lépcsőn, mely az ő szállásához vezetett. Tarzan szorosan mellette volt. Látta az arany és ezüst karpereceket mesztelen karján, az érem füzért, mely hajdíszéből csüngött alá es ruhájának élénk, gazdag tónusú színeit. Látta, hogy OLED-nél, s ösztönszerűleg tudta, hogy az, aki az est folyamán figyelmeztette őt a veszélyre. Mikor felértek a lépcsőn, hallották a haragos tömeget, amint len végig kutatták az udvart. Nem sokára itt is fognak kutatni, suttogta a leány. Nem szabad, hogy megtalálják önöket, s bár sok férfi erejével küzdenek, végül mégiscsak megölik. Siessenek! A szobám másik végén, ablakomból leereszkedhetnek az utcára. Mielőtt még felfedezik, hogy már nincsenek itt, biztonságban lehetnek a szállójukban. De még mi alatt a lány beszélt, már is megindult néhány ember azon a lépcsőn, melynek felső végén állottak. Hirtelen kiáltás hangzott el, felfedezték őket. A tömeg gyorsan a lépcső felé rohant. A legelső sorban levő támadó gyorsan felfelé futott, de a lépcső végén kardba szaladt, melyet nem várt, mert az üldözött előbb fegyvertelen volt. Üvöltve bukott vissza a férfi, a mögötte állók tetejébe. Akár csak a tekegolyók, úgy gurultak le a lépcsőn. A régi, omladozó szerkezet nem bírta e szokatlan súlyt és megrázkódtatást. A fa szerkezet recsegve szakadt le az arabok alatt, Tarzant, Abdult és a leányt a legfelső lépcsőfokon hagyva. Jöjjön, kiáltotta az OLED-nél, egy másik lépcsőn és a szomszédos szobán át fognak elérni bennünket, nincs egy percnyi vesztegetni való időnk. Abban a pillanatban, amikor Abdul a szobába lépett, meghallotta, amint az udvarról azt kiáltották, hogy siessen néhány ember az utcára és ott vágja el a menekülés útját. Elvesztünk valamennyien, mondta egyszerűen a leány. Mit mondasz? Kérdezte Tarzan. Igen, uram, felelte az, engem is megölnek, hát nem segítettem-e önöknek. Ez egészen más színt adott a dolognak. Tarzan eddig szinte élvezte a küzdelem izgalmát és veszedelmét.
Egy percig se gondolt azzal, hogy akár Abdult, akár a leányt baj érhetné, és ő csak annyira hátrált, hogy éppen kikerülje a megöletést. Esze ágában sem volt menekülni. Ha egyedül van, a szorosan összezsúfolt tömeg közé ugorhatna, maga körül hadonászva, akár Númő, az oroszlán, úgy megdöbbenthette volna őket, hogy könnyen kivágja magát. De így mégiscsak hű barátaira kellett gondolnia. Átment az ablakhoz, mely az utcára nyílott. Egy perc múlva már ott lesz az ellenség. Már hallhatta is, amint a tömeg a szomszédos lakosztály lépcsőin dübörgött fölfelé. Egy pillanat múlva ott lesznek a mellette levő ajtónál. Egyik lábát az ablak párkányára helyezte és kitekintett, de nem lefelé. Fölötte, egy rövnyire ott volt a háztető. Oda hívta a leányt, s az oda is jött és melléje állt. Átkarolta az egyik karjával és a vállára emelte. Várj itt, Abdul, míg lenyúlok érted, mondotta. Addig is tolja az ajtó elé mindent, ami csak a szobában van. Az majd feltartóztatja őket. Azután a leánnyal a vállán a keskeny ablakpárkányra lépett. Erősen fogózzék megintette, s a felettük levő tetőre mászott vele, könnyedén, igazi majom ügyességgel. Letette a leányt, a tető szélén át mélyen lehajolt és halkan hívta Abdult. A fiú az ablakhoz rohant. A kezedet suttogta Tarzan. A szomszéd szobában már verdesték az ajtót az emberek, s az hirtelen recsegéssel dőlt be abban a pillanatban, amikor Abdul érezte, hogy felemelik a tetőre, akár egy tolpejhet. Jókor volt, mert az emberek berontottak a szobába, és lenn az utcán a leány ablaka alatt sietve gyülekezett egy másik csapat. 8. Küzdelem a sivatagban. A három üldözött ott kuporgott a tetőn, a táncos nők lakosztálya felett. Hallották az arabok szitkozódásait, melyeket Abdul időről időre lefordított Tarzannak. Most az utcán levőket szidják, hogy szökni engedtek bennünket. Az utcán levők meg azt mondják, hogy nem mentünk arra, még a házban kell lennünk és ők nagyon is gyávák a támadásra. Azért akarják őket becsapni azzal, hogy mi már elmenekültünk. Hamarosan hajba kapnak, ha így folytatják. Akik a házon belül voltak, egyelőre feladták a keresést és visszatértek a kávéházba. Egy néhányan még az utcán maradtak, pipálva és beszélgetve. Tarzan a leányhoz fordult és megköszönte neki, hogy feláldozta magát érte, egy idegen emberért. Tetszettél nekem, mondta egyszerűen a leány, egész más voltál, mint a többiek, akik a kávéházba járnak. Nem voltál durva hozzám, és ahogy a pénzt odaadtad nekem, az nem volt sértő. Most mihez fogsz majd? Kérdezte Tarzan, vissza nem térhetsz a kávéházba, vajon biztonságban leszel-e Szíriai Issában, ha itt maradsz? Holnapra már mindent elfelejtenek, válaszolta a leány. Csak hogy boldog volnék, ha nem kellene visszatérnem a kávéházba, se ebbe, se másikba. Én nem azért voltam ott, mert ott akartam lenni, hanem, mert Fogóli voltam. Fogóli? Kiáltott fel hitetlenül Tarzan. Talán inkább azt kellene mondanom, hogy rabszolga, felelte az. Egy éjjel egy betörő banda elrabolt apám duarjából. Ide hoztak és eladtak annak az arabnak, akié ez a kávéház. Már idestova két esztendeje lesz, hogy nem láttam az enyéimet, messze délen vannak, sohasem jönnek Szíriai Issába. Szeretnél visszatérni a tieidhez? Kérdezte Tarzan. Ha igen, annyit megígérhetek, hogy legalább Busaadáig teljes biztonságban elviszlek, ott meg bizonyosan el tudom intézni a katonai parancsnokkal, hogy kísértessen el hazáig. Ó, uram, hogy háláljam meg ezt! Igazán ennyit meg tudnál tenni egy nyomorult Oulednailért. De az apám megjutalmazna és meg is fog jutalmazni, mert ő hatalmas sejk, Kadur Ben Saden. Micsoda? Kadur Ben Saden. Kiáltott fel Tarzan, hiszen Kadur Ben Saden most itt van Szíriai Issában, néhány órával ezelőtt együtt ebédelt velem. Atyám Szíriai Issában. Ámult el a leány.
Allah legyen áldott, akkor csak ugyan megmenekültem. Csend. Intette őket Abdul, hallgassák csak. Alulról teljesen érthetően szavak hallatszottak a csendes éjjeli levegőben. Abdul és a leány lefordították a mondatokat. Most elmentek, mondta a leány, egyikük azt mondta, hogy az az idegen, aki az ön megöletéséért pénzt ajánlott fel, Ahmed Ben Sulef házában fekszik eltörött kézcsuklóval. Meg, hogy még nagyobb jutalmat ígért annak, aki lesben állna a busaadába vezető úton és megölni önt. Bizonyosan az az, aki uramat egész nap követte a vásártéren. Kiáltott fel Abdul. Láttam őt a kávéházban is, és még egy másik is volt vele. A belső udvarba mentek, miután ezzel a leánnyal beszéltek. Ők támadtak ránk, mikor kiléptünk a kávéházból, és ők lőttek először. De hát miért akarnak téged megölni, uram? Nem tudom, válaszolta Tarzan, s kis idő múlva hozzátette, ha csak nem fejezte be a mondatát, mert az a gondolat, mely agyában felvillant, bár egyedüli megoldása lett volna a misztériumnak, mégis valószínűtlennek látszott előtte. Közben az utcán levő emberek is eltávoztak. Az udvar és a kávéház elhagyatott volt. Tarzan óvatosan leereszkedett a leány szobájának ablakpárkányára. A szobában nem volt senki. Visszatért a tetőre, lebocsátotta Abdult, aztán a leányt engedte le, a várakozó arab karjaiba. Az ablakból Abdul leugrott az utcára. Tarzan pedig a leányt karjára véve, szintén leszökött, mint ahogy azt gyakran megtette az erdőben is, teherrel a karjában. Gyenge, ilyet kiáltást tolult a leány ajkára, de Tarzan alig észrevehető zökkenéssel ért le a földre és ott sértetlenül tette le a leányt. A leány belé kapaszkodott még egy percig. Milyen erős vagy, uram, és milyen fürge. El Adrea, a fekete oroszlán sem erősebb vagy fürgébb. Szeretném látni azt a ti El Adreátokat, már annyit hallottam róla. Ha eljössz apám duarjába, megláthatod. Tőlünk északra, a hegység egyik kiágazásában lakik, és Agentele ereszkedik barlangjából, hogy raboljon apám duarjában. Hatalmas mancsának egy csapásával szétszúzza a bika koponyáját, és jaj az elkésett vándornak, aki a barangoló El Adreával összetalálkozik. Baj nélkül elérkeztek a szállodába. Az álmos szállodás élénken tiltakozott az ellen, hogy még reggel előtt megkerestesse Kadur Ben Saadent, de egy aranypénz más kedvre derítette. Úgyhogy néhány perc múlva egy szolga elindult és végigjárta a benszülöttek kisebb fogadóit, amelyekről feltehető volt, hogy a sejt magához való társakra lelott. Tarzan szükségesnek vélte, hogy még az éjjel keressék fel a leányapját. Mert, ha hajnal előtt elindulna, nem lehetne már többé feltartóztatni. Talán egy fél órát vártak, amidőn végre a kiküldött szolga visszatért, Kadur Ben Saadennel. Az öreg sejtkérdő kifejezéssel büszke arcán, a szobába lépett. Monsieur megtisztelt engem, kezdte, s közben tekintete a leányra esett. Kitárt karokkal ment feléje. Leányom, kiáltotta, Allah kegyelmes és az öreg harcos kemény tekintetű szemeit könnyek homályosították el. Mikor a leány elraboltatásának és végül megmenekülésének történetét elmondta, Kadur Ben Saaden kezét nyújtotta Tarzannak. Minden, ami Kadur Ben Saadené, a Tájd is barátom, még az élete is a Tájd, mondotta egyszerűen, de Tarzan tudta, hogy ezek nem üres szavak. Elhatározták, hogy korán reggel indulnak és igyekeznek még aznap busaadát elérni. Bár ilyen formán útszólván alvás nélkül kell majd nyerekbe ülni mindhármuknak, s így különösen a leánynak igen fárasztó lesz az utazás. De mégis ő volt az, aki leginkább sürgette az indulást, már alig várta, hogy viszont láthassa övéit, akiktől olyan soká volt távol. Mikor Tarzant reggel felkeltették, bizony úgy érezte, mintha csak be se hunyta volna a szemét és egy óra múlva az egész társaság útban volt dél felé, Bú Sandába.
Néhány mérföldön át jó volt az út, és így gyorsan haladtak, de a vidék hirtelenül homokszivataggá változott, melyben a lovak csak nem bokáig süppedve járhattak. Tarzan, Abdul, a sejk és leányán kívül még a sejk törzséhez tartozó 4 sivataglakó csatlakozott hozzájuk. Ilyen formán kis csapatuk ereje nőtt, s így nappal nemigen tartottak támadástól, s ha minden simán megy, az éj beállta előtt már Busandába kell érniük. Éles szél keletkezett, mely elborította őket a sivatag futóhomokjával, úgyhogy Tarzan ajkai kicserepesedtek, ami keveset láthatott a környező vidékből, éppen nem volt csábító vadon, messzire kiterjedt vidék, kicsi, kopár homokbuckákkal, itt-ott egy szegényes bozóttal. Messze délen emelkedett a szaharai Atlasz hegylánc elmosódó vonala. Bemás ez, mint az ő gyermekkorának buja Afrikája, gondolta Tarzan. Abdul, ki folyton éberen figyeltes ugyanannyiszor nézett hátra, mint előre, minden domb tetején, melyre felkapaszkodtak, megállította lovát es körül, az egész környéket a leggondosabb figyelemmel kémlelte. Kutatása egyszer csak nem volt hiába való. Nézzenek! Kiáltott fel, 6 lovas van mögöttünk. Kétség kívül a múlt éjjeli barátai, Monsieur jegyezte meg szárazon Kadur Ben Saden. Semmi kétség, felelt a majom ember. Sajnálom, hogy társaságom az önök utazásának biztonságát veszélyezteti. Én a legközelebbi faluban megállapodom és kérdőre vonom ezeket az urakat, míg önök tovább haladnak. Nekem nem kell ma estére Busandába érnem, azt pedig semmiképpen sem akarom, hogy önök bajba kerüljenek. Ha ön megáll, mi is megállapodunk, mondotta Kadur Ben Saden. Amíg ön nem lesz biztonságban, barátai körében, amíg az ellenség abba nem hagyja az üldözést, mi önt el nem hagyjuk. Erről több szó ne is essék. Tarzan bólintott a fejével. Kevés szavú ember volt, és könnyen meglehet, hogy Kadur Ben Saden éppen ezért vonzódott annyira hozzá. Mert az arab semmit sem vett meg jobban, mint a férfi ember fecsegését. Azon túl is egész nap lehetett látni a lovasokat. Körülbelül ugyanabban a távolságban maradtak mindig. Sem a rövidebb pihenők alatt, sem az ebéd idejében nem jöttek közelebb. Várnak, amíg besötétedik, mondta Kadur Ben Saden. És a sötétség beállt, mielőtt még Busandába értek volna. Abdul az alkony félhomályában már meg tudta állapítani, hogy gyorsan közeledtek és a köztük és prédájuk közti távolság percről percre csökkent. Ezt meg is súgta Tarzannak, a leányt nem akarta megijeszteni. A majom ember kissé hátra maradt vele. Te a többiekkel előre lovagolsz, Abdul mondotta Tarzan, ez az én személyes ügyem, a legközelebbi alkalmas helyen bevárom őket és kérdőre vonom. Márpedig akkor Abdul is mellett marad, és veled várja meg őket, felelte a fiatal arab, és sem parancs, sem fenyegetés el nem térítette a szándékától. Hát jól van, mondta Tarzan, ez a hely itt eléggé megfelelő. A domb tetején van néhány szikla, itt elrejtőzünk és megvárjuk őket. Csak akkor mutatkozunk, mikor az urak már ideértek. Megállították lovaikat és leszálltak. A többiek, akik előre lovagoltak, már eltűntek a sötétben. Túl rajtuk, Busandá lámpái világítottak. Tarzan kivette puskáját és pisztolyát, lecsatolta a nyerekkápáról. Megparancsolta Abdulnak, hogy vonuljon a lovakkal a sziklák mögé, úgy, hogy azok ott védve legyenek az ellenség golyóitól. Abdul úgy tett, mintha engedelmeskednék, de miután az állatokat egy bokorhoz kötötte, megint visszakúszott Tarzanhoz, és ott hasalt mögötte pár lépésre. A majom ember megállt az út közepén és várt. Nem kellett soká várnia. Vágtató lovak zaja hatolt fel a sötétségből, és egy perccel később már megpillantotta a fekete ég hátteréből kiemelkedő mozgó színfoltokat. Állj, vagy lövünk! Kiáltotta. A fehér alakok hirtelen megálltak, és pillanatnyi csend következett. Majd suttogó tanácskozás után a kísértetes lovasok szétszóródtak minden irányba. Abdul féltérdre emelkedett,
Tarzan pedig hegyezte a dzsungelben megélesedett fülét. És figyelte, mint közelednek kelet, nyugat, dél és észak felől a homokon át poroszkáló lovak. Csak hamar lövés dördült el, s golyó süvített el a fejük felett. Ezt a lövést csak az ellenség puskájának szikra fényénél tudta viszonozni. Fegyverek kattogása töltötte be a hangtalan pusztát. Minthogy Tarzan és Abdul nem láthatták az ellenséget és csak a puskából pattant szikra irányába lőhettek, mint szorosabban körülgyűrűzték őket, különösen, mikor látták, hogy milyen kevesen vannak. Az egyik támadó nagyon is közel merészkedett Tarzanhoz, akinek éles szeme keresztül hatolt a sötétségen. Fájdalom kiáltás jelezte, hogy a vakmerőt kilőtték a nyeregből. A többi lovas egy jelre feléjük vágtatott, öten voltak és már úgy látszott, hogy a küzdelem Tarzanra és Abdulra hirtelenül és gyászosan végződik, de ekkor ezek a sziklák védelmébe szöktek, úgyhogy csak egy oldalról érhette őket a támadás. Heves lövöldözés után az arabok visszavonultak, ekkor már csak négyen voltak. Néhány percig nem jött hang a környező feketeségből. Tarzan nem tudta, vajon az arabok veszteségük miatt lemondtak-e a küzdelemről, vagy lesbeálltak az országútnak valamelyik távolabbi részén, hogy megtámadják, ha folytatja útját Busa adafelé. Nem kellett sokáig bizonytalanságban maradnia. Hirtelen újra megindult a tüzelés. De ugyanakkor az arabok mögött is puskák szólaltak meg, és vad kiáltások, lovak dübörgése jelezte, hogy új csapat elegyedett a küzdelembe. Az arabok bizony nem vártak arra, hogy kitudakolják az újonnan jöttek kivoltát, hanem egy búcsúzó sort üzzel tovaszáguldottak a szidiai issa felé vezető úton. Egy perccel később Kadur Ben Saaden és emberei vágtattak fel a dombra. Az öreg sejk nagyon megkönnyebbült annak láttára, hogy Tarzan és Abdul nem kapott még csak egy horzsolást se, még a lovaik is sértetlenek maradtak. Felkutatták a két elesett arabot, s miután kiderült, hogy Tarzan golyója megölte mind a kettőt, ott hagyták őket. Miért nem mondta meg, hogy meg akarja támadni a fickókat? Mondta neheztelő hangon a sejk, valamennyit elpusztíthattuk volna, ha heten álljuk útjukat. Hisz akkor meg se kellett volna állani, mondotta Tarzan, mert, ha folytatjuk utunkat Busa adafelé, amúgy is utolérnek és mindannyian belesodródtak volna az én személyes ügyembe. Ezt akartam elkerülni. Csak nem teszem ki fölösleges módon az ön leányát hat lovas fegyverének. Kadur Ben Saaden vállat vont. Nem szerette, ha elesett egy kis harctól. Az a kis háború, mely Busa adához olyan közel zajlott le, egy század katonaságot hozott a színhelyre. Tarzanék éppen a város előtt találkoztak velük, és a vezérlőtiszt megállt, hogy megtudakolja, mit jelentettek a lövések. Egy maroknyi úton álló válaszolta Kadur Ben Saaden. Csapatunkból kettőt, akik egy kissé hátra maradtak, megtámadott, de mire mi is oda siettünk, a gazemberek szétfutottak. Két halottjuk volt, az én csapatomból egy se sérült meg. Ez a felvilágosítás úgy látszik, kielégítette a tisztet, mert miután feljegyezte az egész társaság nevét, embereit az összeütközés helyére vezényelte a holtak beszállítása és a személyazonosság megállapítása véget. Két nappal később, Kadur Ben Saaden, leányával és kíséretével hazafelé indult, a Busa adától délre fekvő szoroson át. A sejk nagyon unszolt a Tarzant, jöjjön velük, a leány is csatlakozott apja kéréséhez, de Tarzan az imént lefolyt különös események miatt egy percig se hagyhatta el a helyét. Mindezt nem magyarázhatta meg nekik, de megígérte, hogy később, ha csak módjában lesz, felkeresi őket, és ezzel az ígérettel meg kellett elégedniük. Az elmúlt két nap alatt Tarzan útszólván egész idejét Kadur Ben Saadennel és lányával töltötte. Nagyon érdekelte őt ez a komor és méltóság teljes harcos faj, s megragadta a felajánlott barátság nyújtotta alkalmat, hogy minél többet ismerhessen meg életmódjuk és szokásaik felől. Sőt, a barna szemű leány kedves útmutatása mellett,
Már kezdte is megszerezni nyelvük egyéni ismereteit. Ezért tehát igaz sajnálattal nézett utánuk, amikor elvált tőlük, miután elkísérte őket lóháton a szorosig. Ezek aztán kedvére való emberek voltak. Szilai életük, telve veszedelemmel, fáradozással, ez vonzotta Tarzant, aki most is félig vadember volt, jobban vonzotta, mint akármi azoknak a nagyvárosoknak elpuhult civilizációjában, amelyeket végiglátogatott. Itt most olyan élet kínálkozott neki, amely még a dzsungel életén is túltett, mert megvolna itt az emberek társasága igazi embereké, akiket tisztelhetne és becsülhetne, és azért mégis egészen közelében maradhatna annak a vad természetnek, amelyet annyira szeretett. Fejében az a gondolat fordult meg, hogy missziójának befejeztével lemond, és élete további éveit Kadur Ben Saaden törzse kebelében tölti el. Ekkor azután lovát megfordította, s lassan Bues védő felé léptetett. A Hotel du Petit Saharában, ahol Tarzan megszállt, söntés, a két ebédlőterem és a konyhák a homlokzati részben voltak elhelyezve. Mind a két ebédlő, melyek közül az egyik a helyőrség tisztjei számára volt fenntartva, egyenesen a söntésbe nyílott. A söntés ivójából pedig mind a két ebédlőbe be lehetett látni. Tarzan, miután elbúcsúzott Kadur Ben Saadenéktől, a söntésbe ment. Még nagyon korán volt, Kadur Ben Saaden korán indult, mert úgy tervezte, hogy aznap nagy utat tesz meg. Így történt, hogy mikor Tarzan visszatért, még mindig voltak reggeliző vendégek az ebédlőben. Amint futó pillantása a tisztek ebédlőjébe tévedt, olyasmit látott, ami érdeklődését felkeltette. Ott ült ugyanis Gernó is hadnagy, és míg Tarzan nézte, egy fehér ruhás arab közeledett hozzá, néhány szót súgott fülébe, és egy másik ajtón át elhagyta a helyiséget. Magában ez a dolog még nem lett volna jelentős, de amint az arab lehajolt a tiszt füléhez, burnusza szétnyílott és Tarzan láthatta, hogy bal karja fel volt kötve. 9. Numa Eladrea. Ugyanazon a napon, amelyen Kadur Ben Saaden délfelé lovagolt, a postakocsi Tarzannak levelet hozott északról, D. Arnottól, melyet Sidi Bel Abbesből továbbítottak. Régi sebet szakított fel ez a levél, amelyet pedig Tarzan szeretett volna elfelejteni. És mégis, nem bánta, hogy D. Arnott írt, mert a levélben megemlített témák közül az egyik a majom embert állandóan érdekelte. Kedves Jean barátom, amióta utoljára írtam neked, egyszer átrándultam Londonba, hivatalos ügyben. Csak 3 napig voltam ott. Mindjárt első nap a Henriette utcában egész váratlanul összetalálkoztam egy régi barátoddal, bizonyosan nem találod el, hogy ki volt, senki más, mint Samuel Fölendör. Látom a kétség kifejezését arcodon, pedig igaz. De ez még nem minden. Ő erőnek erejével magával vitt a hoteljébe, ott találta Marcomidis Porter professzort, Jane Porter ő nagyságát, meg azt a nagy darab fekete nőt, Jane kisasszony komornáját, Esmeraldát. Clayton is odajött, mi alatt ott voltam, hamarosan meg lesz az esküvő, hamarabb, mint szeretném. Én úgy sejtem, hamarosan megkapjuk az értesítést. A vőlegény apjának halála miatt egész csendes esküvő lesz, és csak a legközelebbi rokonok hivatalosak. Mikor egyedül voltam Tillanderrel, a jó öreg bizalmassá lett, és elmondta, hogy Porter kisasszony már vagy 3. halasztotta el az esküvőt, azt is közölte velem bizalmasan, hogy neki úgy tűnik, mintha a leány nemigen törné magát e házasság után, de ezúttal azért csak meg lesz mégis. Persze, mindannyian kérdezősködtek felőled, de én a származásodról, óhajtásod szerint mindent elhallgattam, és csak mostani ügyeidről beszéltem. Különösen Porter kisasszonyt érdekelte mindaz, amit rólad elmondtam, sokat kérdezősködött. Attól tartok, szinte lovagiatlan örömöm telt abban, amikor ecseteltem elhatározásodat, hogy megint visszatérsz szülőfölded ős vadonába. Később megbántam, mert láttam, hogy a leánynak igazi fájdalmat és aggodalmat okoz a rettentő veszedelmek elgondolása, amelyek közé visszatérsz.
És mégis mondotta, azt hiszem, van talán még boldogtalanabb sors is, mint amit a félelmes dzsungel tartogat Tarzan számára. Neki legalább lelki furdalásban nem lesz része, aztán meg vannak ott nyugalmas, szép percei a napnak és gyönyörűséges látványok az éjszakában. Ön talán különösnek tartja, hogy én mondom ezt, aki olyan borzalmas tapasztalatokat szereztem abban a rémületes őserdőben és mégis van idő. Amikor visszakívánkozom oda, mert érzem, hogy ott töltöttem az életem legboldogabb pillanatait. Kimondhatatlan szomorúság ült ki az arcára, mikor ezt mondta és azt kellett hinnem, tudja, hogy ismerem a titkát. És én általam akar egy utolsó gyengéd üzenetet küldeni neked, egy szív üzenetét, amely még mindig őrzi emlékedet, bár az, akié ez a szív, már a másé. Clayton, mintha ideges és nyugtalan lett volna, míg te rólad folyt a beszéd, zaklatott, gonterhes kifejezés volt az arcán, de igen melegen érdeklődött utánad. Sejti-e vajon a valóságot származásod tekintetében? Ott volt Claytonnal együtt Tannington is, hisz tudod, jó barátok, megint valami vég nélküli jacht kirándulást tervezgetett, és bíztatta a társaságot, hogy tartsanak vele. El akar csábítani engem is, ezúttal Afrika körülhajózására gondol. Meg is mondtam neki, hogy ez a kedvenc játéka egy szép napon a tenger fennekére fogja juttatni őt is meg a barátait is, ha sehogy se akarja belátni, hogy a jachtja nem óceánnyáró, se nem hadihajó. Tegnap előtt visszatértem Párizsba, és tegnap a lóversenyen találkoztam de Coulon de Grófval és a feleségével. Ők is kérdezősködtek rólad. Úgy látszik, de Coulon igazán szeret téged, és egy cseppet sem haragszik rád. Olga grófné csak olyan szép, mint volt, de, mintha kissé komolyabb lett volna, mint az előtt. Azt hiszem, okult valamelyest a köztetek történt esetből, ennek még jó hasznát veszi egész életében. Szerencséje volt neki is, de Coulonnak is, hogy éppen te voltál az a bizonyos, nem pedig valaki más, ravaszabb férfi. Ha csak ugyan udvaroltál volna Olgának, azt hiszem, aznap elvesztetek volna mind a ketten. Megkért, hogy tudassam veled, Nikolaj Rokov elhagyta Franciaországot. 20 000 frankjukba került, hogy elment és távol marad. Nagyon örül a grófné, hogy sikerült leráznia, mielőtt még valóra válthatta volna fenyegetését, hogy megöl téged az első alkalommal. Azt mondja a grófné, nem tudná elviselni azt a tudatot, hogy a bátyja vére a te kezeden száradjon, alig hanem azért, mert szeret téged, s ezt kertelés nélkül ki is jelentette a gróf előtt. Egy percre se jutott eszébe, hogy a közted és Nikolaj között való összeütközésnek egyéb kimenetele is lehetne, és ebben a feltevésében a gróf is osztozott. A gróf még azt is hozzátette, hogy egész ezred Rokov kellene ahhoz, hogy megölhessenek. Úgy látszik, nagyon imponál neki a vitézséged. Visszavezényeltek a hajómra, mely Havreból 2 nap múlva indul lepecsételt, titkos rendeletekkel. Ha írsz, ide címezd leveleidet. Mihelyt lesz alkalmam, majd írok. Őszinte barátod Paul de Jarnot. Attól tartok vélekedett Tarzan, Olga 20 000 frankját a falra hányta. De Jarnot levelének azt a részét, amelyben Jane Porter szavait idézi, ismételten elolvasta. Valamiféle bánatos boldogságot merített belőle, mely mégis jobb volt, mint a semmi. A következő 3 hét egészen esemény nélkül telt el. A titokzatos arabot Tarzan több alkalommal látta, sőt látta azt is, mikor megint egyszer Gernoisval váltott néhány szót. De minden kémkedése, minden utánjárása dacára, Tarzannak nem sikerült tartózkodási helyét megtudni. Gernois, aki soha se bánt vele szívélyesen, az aumalei szálloda ebédlőjében lefolyt epizód óta, még jobban távol tartotta magát Tarzantól, ha nagy ritkán összekerültek, magatartása határozottan ellenséges volt. Tarzan, hogy vállalt szerepének valószerűségét jobban megtarthassa, több időt töltött vadászaton Busha ad a környékén.
Egész napokon át gazellákra lesett, de, ha egyszer-egyszer elég közel sikerült férkőznie a csinos állatokhoz, és leteríthette volna valamelyiket, mindig futni engedte őket, még csak a puskáját se akasztotta le. A majomembernek nem telt élvezete abban, hogy Isten teremtményeinek a legártatlanabb bikát, a legvédtelenebbjét megölje, éppen csak az ölés kedvéért. Tarzan soha se ölt élvezetből és nem talált benne gyönyörűséget. A jogos küzdelmet, a győzelem mámorát szerette, és nem vetette meg a táplálék megszerzéséért folyó kitartó és eredményes viaskodást, amikor ügyességét és ravasságát a más ügyességével és ravasságával mérhette össze. De nagy garral kivonulni egy városból, amelyben bőségesen van táplálék, azért, hogy legyilkoljanak egy szelíd szemű, kedves gazellát, ez gonoszabb és kegyetlenebb cselekedet volt, mint a hidegvérrel kigondolt emberölés. Tarzannak nem volt ínyire és azért egymagában vadászott, nehogy valaki rájöjjön, hogy az ő vadász szenvedélye ilyen látszólagos. Egy ízben, talán éppen azért, mert egymagában lovagolt, csak nem életét vesztette. Lassan poroszkált egy kis sziklaszoroson át, mikor mögötte lövés dördült el és egy golyó fúródott a parafasi sakjába. Bár rögtön megfordult és sietve vágtatott a szoros bejáratához, nem látta nyomát ellenségnek, még csak emberi lénynek sem egész búsaadáig. Bizony mondogatta magában, Olga ugyancsak hiába költötte el a 20 000 frankját. Ugyanaznap este Gerard kapitány vendége volt, kis számú társasággal együtt. Úgy látszik, nemigen volt szerencséje a vadászaton. Érdeklődött a tiszt. Csak ugyan nem felelte Tarzan, a vad igen félénk errefelé. Egyébként se rajongok a madár és antilop vadászatért, azt hiszem, majd délebre vonulok és valami algériai oroszlánnal próbálkozom. Nagyszerű. Kiáltott fel a kapitány. Mi holnap Gyelfa felé menetelünk, addig legalább lesz társasága. Gernó is hadnagy és én parancsot kaptunk, hogy 100 emberrel járjuk be azt a területet, amelyben a rablók sok bajt okoznak. Megtörténhetik, hogy együtt lesz szerencsénk az oroszlánra vadászni. Mit szól ehhez? Tarzan végtelenül megörült, s örömének nem késett kifejezést adni. De a kapitány bezzeg elcsodálkozott volna, ha tudta volna Tarzan örömének igazi okát. Gernó is szemben ült a majomemberrel. Ő, úgy látszott, nem örült olyan nagyon a kapitány meghívásának. Minden esetre izgatóbbnak fogja találni az oroszlán vadászatot, mint a gazellák üldözését jegyezte meg Gerard kapitány, és azon felül sokkal veszedelmesebbek is. Ami azt illeti, a gazella vadászatnak is megvannak a veszedelmei, felelte Tarzan, különösen, ha egyedül vadászik az ember. Ezt tapasztaltam ma. Azt is tapasztaltam, hogy bár a gazella a legfélénkebb az állatok közül, azért korántsem gyávább. Miután ezeket mondta, futó pillantást vetett Gernó isra. Nem óhajtotta ugyan, hogy ez az ember sejtse, hogy gyanús és figyelik, de megjegyzésétől mégis azt a hatást remélte, hogy Gernó is esetleg elárulja a közelmúlt eseményekkel való összeköttetését, vagy legalábbis az azokról való tudomását. S íme, Tarzan egyszerre csak látta, hogy sötét pír száll Gernó is gallériától az arca felé. Mikor az oszlop másnap reggel búsaadából ellovagolt Gyelfa felé, egy csomó arab képezte a hátvédet. Nem tartoznak a berendeltek közé, válaszolta Gernó is Tarzan kérdésére. Ők csak a társaság kedvéért kísérnek bennünket. Tarzan Algériában való tartózkodása alatt eléggé megismerte az arab nép jellemét és azonnal tudta, hogy nem ez az igazi oké. Mert az arab éppen nem kedveli az idegenek társaságát, legkevésbé pedig a francia katonákét. Gyanúja tehát felébredt, és elhatározta, hogy szemmel tartja a kis csoportot, mely az oszlop mögött negyed mérföldnyi távolságban lovagolt. De még a pihenők alatt sem jöttek közelebb és így nem fürkészhette ki őket. Nem kételkedett benne, hogy bérelt orgyilkosok és, hogy a terv hátterében csak rokovlappanghat.
Azt azonban nem tudta megállapítani, hogy vajon az orosz csak bosszút akar-e állni számos esetért, amikor Tarzan meghiúsította terveit és megalázta őt, vagy pedig valamiféle összefüggésben van-e a dolog a Gernois ügy körüli missziójával. Ha az utóbbi eset igaz, már pedig ez sem volt lehetetlen, mert hiszen volt bizonyíték arra, hogy Gernois gyanakszik rá, akkor bizony két hatalmas ellenséggel kell megküzdenie, márpedig Algéria vadonaiban, ahol rendeltetésük helye volt, bőven lehet alkalmuk a szövetségeseknek, hogy szép csendesen, minden feltűnés nélkül tegyék el láb alól az ellenséget. Miután két napig tanyáztak Djelfában, az oszlop délnyugat felé vonult, ahonnan jelentés érkezett, hogy a rablók amatörzsek ellen dolgoznak, amelyeknek duarjai a hegyek aljában vannak. A kis arab csoport, mely Busa adától fogva kísérte őket, hirtelen eltűnt, ugyanazon az estén, amelyen kiadták a parancsot, hogy másnap elvonuljanak Djelfából. Tarzan kérdezősködött utánuk, de senki se tudta megmondani, milyen irányban távoztak. Nem tetszett neki a dolog, annyival kevésbé, mert látta Gernoisté, amint egyikükkel egy fél órával azután, hogy Gerard kapitány a csapat mozdulatra vonatkozólag megadta utasításait, beszédbe elegyedett. Csak Gernois és Tarzan tudták az irányt, amerre vonulni fognak. A katonákkal csak annyit közöltek, hogy másnap korán fel kell szedni a tábort. Tarzan tűnődött, vajon fölfedte-e Gernois az araboknak az új célirányt. Aznap későn délután egy kis oázisban ütöttek tábort, annak a sejtnek duarjában, akinek nyájait elrabolták és pásztorait meggyilkolták. A lakosok előjöttek kecskebőr sátraikból, körülvették a katonákat, és arabul össze-vissza kérdezték őket, mert a katonák is benszülöttek voltak. Tarzan pedig, aki Abdul segítségével addig már szerzett bizonyos nyelvismereteket, a sejt kíséretéhez tartozó egyik fiatal arabot kérdezte ki, mi alatt a sejt maga Gerard kapitánynál tisztelgett. Ő bizony nem látott hat lovas Djelfa irányában haladni, mondta a benszülött, van más oázis is a környéken, lehet, hogy azok egyike felé tartottak. Az se lehetetlen, hogy talán a rablóbandához tartoznak és Aumale vagy Busa ada felé mentek vissza egy kis kirándulásról. Másnap korán reggel Gerard kapitány két részre osztotta a századot. Egyiket Gernois hadnagyra bízta, a másikat ő maga vezette. Az utasítás úgy szólt, hogy két ellentétes oldalról kutassák át a hegyeket. Melyik különítménnyel kíván ön lovagolni, Tarzan úr? Kérdezte a kapitány. Vagy talán nem is szándék a rablókra vadászni. Sőt, nagyon is szándékom sietett, válaszolni Tarzan. Azon gondolkodott, hogy milyen ürüggyel okolja meg, hogy Gernois val akar menni. Nem soká kellett haboznia, Gernois maga adta meg az ürügyet. Ha a kapitány úr ez egyszer lemondana Tarzan úr kedves társaságáról, nagyon megtisztelne, ha ma én övelem tartana, mondta igen szívélyesen. Tarzan úgy vélte, hogy ez a szívélyesség egy kissé túlzott is. De azért örült neki és elragadtatását közölte vele a dolgok ilyetén rendezésén. Így történt aztán, hogy Gernois és Tarzan egymás mellett lovagoltak a spáhi különítmény élén. Gernois szívélyessége azonban nem soká tartott. Alig távoztak el Gerard kapitány látóköréből, már is visszaesett rendes zárkózottságába. Amint előre haladtak, mind nehezebb lett a terep. Lassan emelkedtek a hegyek felé, és déltájban egy keskeny szoroson vonultak keresztül, ahol egy patakocska partján Gernois parancsot adott a pihenőre. A legénység egyszerű eledelt készített és elköltötte, azután kulacsaikat töltötték meg vízzel. Egy órai pihenés után újra a keskeny szorosban folytatták útjukat, míg egy kis völgybe jutottak, amelyből számos sziklás hasadék nyílott. Itt újra megálltak és Gernois tüzetesen vizsgálgatta a környező magaslatokat. Itt széjjel oszlunk, mondta, mindegyik hasadékba lovagoljon egy-két ember. Felosztotta a csapatot, kiadta az utasításokat a járőrvezető altiszteknek, azután Tarzanhoz fordult, ön pedig, uram, lesz szíves itt maradni, míg vissza nem jövünk.
Tarzan vonakodott, de a tiszt félbeszakította, valószínűleg harcok is lesznek, és nem szabad, hogy a katonákat a küzdelem alatt feszélyezze egy nem kombatiáns polgári egyén jelenléte. De, kedves hadnagy úr, kérlelte Tarzan, én kész örömest rendelem alá magamat akár az ön, akár a káplárjai parancsainak. Szívesen harcolok a sorban, hiszen azért jöttem. Azt elhiszem, vágta vissza Gernó is, nem is leplezve gúnyos mosolyát, de ön az én parancsaimnak van alárendelve, parancsom pedig az, hogy maradjon itt, amíg visszatérünk, ezzel vége. E szavak után elfordult e lovát megsarkantyúzva elvágtatott embereivel. Tarzan egyedül maradt egy elhagyott völgykatlamban, a nap forrón tűzött és azért felkeresett egy közeli fát, oda kötötte lovát és leült a földre pipázni. Magában szitta Gernó isté, hogy így megbosszanthatja. Alantas kis bosszú gondolta magában, de aztán eszébe jutott, hogy ez az ember nem szeszélyes bolond, hanem alig ha nem lesz a dolognak valami komolyabb háttere. Felkelt, kivette a puskáját tartójából, megvizsgálta a töltéseket és meggyőződött róla, hogy rendben vannak. Azután megvizsgálta a pisztolyát, majd kikémlelte a környező magaslatokat és a különböző szakadékok nyílásait. Készületlenül nem fogják meglepni. A nap mind mélyebbre szállt, s nyoma se volt a visszatérő spáhiknak. A völgy végre belémerült az árnyékba, Tarzan sokkal makacsabb volt, semhogy visszaindult volna a táborba, mielőtt bevárta volna a különítmény visszatérését, miután ez volt a kijelölt találkozóhely. Az éj beállt, akkor nagyobb biztonságban érezte magát, mert otthonos volt a sötétségben. Tudta, hogy senki se közelítheti meg őt olyan óvatosan, hogy kikerülhetné éber és érzékeny fülének figyelmét. Szeme éles volt és jól látott éjjel is a sötétben. A szaglása is jó messziről megszimatolta az ellenség közeledését. A biztonságérzet elringatta, hátával a fának támaszkodott és elszunnyadt. Néhány órát aludhatott, mikor lovának ijedt torpanására hirtelen felébredt. A hold teljes fényével világította be a kis völgyet. S alig 10 lépésnyire tőle, ott állt előtte a hegyek réme, annyi félelem okozója. Gyönyörűséges, kecses farkát kinyújtva és mozgatva, két tüzes szemét zsákmányára szegezve, ott állt Númö Eladrea, a fekete oroszlán. Tarzan idegein örömteli bizsergés futott végig. Mintha csak sok évi távollét után egy régi barátját látta volna viszont. Egy percig mereven ült, hogy élvezze a puszták királyának méltóságos alakját. Númö azonban összehúzódott és lekuporodott. Ugrásra készült. Tarzan egészen lassan, vállához emelte a puskáját. Még soha se ölt meg nagy állatot puskával. Mindeddig dárdájára, mérges nyilaira, kötelére, késére vagy a két puszta kezére bíztam magát. Ösztönszerűleg azt kívánta, bár volnának ott a nyilai meg a kése, nagyobb biztonságban érezte volna magát. Múmö egészen odalapult a földhöz, csak a fejét tartotta magasan. Tarzan jobban szerette volna, ha oldalról lőhetne belé. Jól tudta, milyen rettenetes károkat tud ejteni az oroszlán, ha csak két perccel túléli a lövést. A ló rémült reszketésben állt Tarzan mögött. A majomember óvatosan lépett egyet oldalvást, Múmö csak a szemével követte. Még egy lépést tett, aztán még egyet. Múmö nem moccant. Most végre célba vehette azt a bizonyos pontot a szeme és a füle között. Ujjai szorosabbra fogták a kakast, s amint elsütötte a fegyvert, Múmö felugrott. A megrémült paripa ebben a pillanatban utolsó erőfeszítéssel elszakította a kötőféket, és vágtában rohant a szoroson át a sivatag felé. Közönséges halandó nem kerülhette volna el Númö rettenetes karmait, mikor ilyen kicsi távolságból ugrik, de Tarzan izmait kora gyermekkorától kezdve a létfenntartás kegyetlen kényszerűsége gyakorolta be arra, hogy gondolatsebességgel működjenek. Akármilyen gyors volt is Eladrea, Tarzan, a dzsungelfia, gyorsabb volt nála. Így a hatalmas állat nekiütődött a fának, ahelyett, hogy az ember lágy húsát érte volna.
Még Tarzan egy-két lépésnyivel jobbról egy másik golyót röpített belé, amely leterítette az ordító, kapálózó fenevadat. Még kétszer lőtt Tarzan, gyors egymás utánban, míg Eladrea csendesen elterült és nem üvöltött többé. És akkor pedig már nem Jean Tarzan, az úri vadász és utazó állt a pusztán magányban, hanem Tarzan, a majom törzs neveltje, aki lábát szilajon, elejtett prédájára helyezve, fejét a teli hold felé fordítva, belé kiáltotta a sötétbe törzsének félelmetes, vérfagyasztó győzelem kiáltását, és a vadállatok a hegyi erdőségben abba hagyták vadászatukat és megremegtek az új és rettentő hang hallatára, míg nem a falvakban a gyermekek kisereglettek kecskebőr sátraikból és a hegyek felé bámultak, eltűnődve azon, hogy miféle új, kegyetlen veszedelem készül nyájaik pusztítására. Félmérföldre a völgykatlantól, amelyben Tarzan tartózkodott, vagy 20 fehérbe öltözött hosszú puskás alak hirtelen megállt a hang hallatára és kérdő szemmel nézett egymásra. De mivel a hang nem ismétlődött, újra folytatták csendes, alattomos haladásukat a völgy felé. Tarzan most már biztos volt arról, hogy Gernó is nem jön vissza érte, de sehogy se tudta felfogni, mi célja lehetett a tisztnek azzal, hogy egyrészt itt cserben hagyja, másrészt mégis engedi, hogy szabadon visszatérhessen a táborba. Mint hogy lova elszökött, belátta, hogy őrültség lenne továbbra is kínmaradni a hegyek között, és gyalog megindult a sivatag felé. Alig tűnt el a hegy szakadék nyílásán, mikor az ellenkező oldalon már elő is bukkantak a völgyben az első fehér ruhás alakok. Egy percig kémlelték a kislapályt a védő magaslat mögül, de mikor látták, hogy az üres, átvonultak rajta. A fa alatt rábukkantak Eladrea tetemére, halkított kiáltásokkal sereglették körül, aztán tovább szitek abba a szakadék nyilásba, melyen Tarzan haladt át rövid idővel előttük. Óvatosan és csendben mentek tovább, lopva és titkolózva, mint az olyan emberek szoktak, akik embert vesznek űzőbe.